Szeretettel köszöntök mindenkit a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberet fejlesztő képzésén. Bortáni Tusek Ibolya vagyok. Bata Tusek János vagyok. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Beszélnék egy pár szót magunkról is, hogy kerültünk ide. Amitől most beszéltem, arról mi már meggyőződtünk, hát Zsinórban már úgy lehet mondani, hogy 7 éve, egyre nagyobb bizonsággal, hiszen mi a mindennapokban és életünk minden percében használjuk azt a tudást, amit a Szedlacsik Miklós átad itt az embereknek, és mindig meggyőződtünk arról is, hogy ez használható, simábbá és gyorsabbá teszi a megoldásokat az életünkbe. Ibolya? Igen, ezt én is csak alá tudom támasztani, amit elmondtál. Én valamivel később ismertem meg a Nyílt Akadémiát, a PPH-t. A párom után 4 hónappal csatlakoztam, mert először is volt lehetőségem belehallgatni a második részekben is, és nagyon megtetszettek, és azt mondtam, hogy ez az a hely, ahol én szeretnék fejlődni és tanulni, ugyanis én mindig is, ahogy én úgy mondhatjuk, kikerültem az iskolából az életben, mindig kerestem a boldogságomat. Kerestem azt az utat, ahol nem a világ mondja meg azt, hogy hogy éljek és mint cselekedjek, hanem egy boldog, szabad életet élhessek. De ehhez nem volt elég tudásom. Nagyon sok fele voltunk, és próbálkoztuk ezt a tudást elsajátítani. Igazából nem találtuk meg sehol, de itt a Nyílt Akadémiánál megkaptuk. Hát sokszor olyan zavar keletkezett bennünk az ilyen keresés közben, hogy még talán messzebb kerültünk a megoldásoktól, mint közelebb, és még zavart keltett bennünk, és kellett valaki, aki rendbe rakta ezt. Ez így van. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, személyiség és képességfejlesztő szakember fogja tartani, Szedlacsik Miklós. A vezetőnk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a vezetőnk, a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudja hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet minden területén és a mindennapokban használható tudás terén is a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re kötelezően létrejövő elnyomásmentes új társadalmi formáról, az aranykorról. És erről már meg is győzöttünk. Azért született, hogy az emberek lelki fejlődését olyan szintre emelje, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élve együttműködni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném még felhívni arra a figyelmet, hogy több mint 1000 előadás van a YouTube-on, amit meg lehet így nézni díjmentesen Szedlacsik Miklóstól, és ezek az előadások úgy hangzanak el minden témában, hogy a mester nem készül föl, hanem amit kap éppen föntről információból, azt egészíti ki, és improvizálja az előadásokat. Úgyhogy megint nagyon kíváncsiak vagyunk szerintem, hogy ma mivel fog minket meglepni. Nem is várakoztatnám tovább a közönséget. Szeretném megkérni a vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én meg. Hogy tetszik a jelenlegi világ? Tehát mi lesz a jövőben? Tehát az emberek ugye mire számítanak? Mire számítanak? Hát, hogy minden vissza a régibe.
az összes média beszélt arról, hogy nem áll vissza, nem? Tehát nem lesz ilyen, hogy visszaállás. De mi lesz? Tehát mi az, ami... Tehát beszéljünk akkor erről egy kicsit, jó? Tehát, hogy kis olyan dolgokról beszéljünk, amiben meglátjátok majd a logikát, jó? Tehát gondold végig, mondjuk, hogyha mondjuk rád lennének bízva mondjuk gyerekek, akiket mondjuk az a feladat, hogy fölnevelj. Tehát ez most nem a saját gyerekeid, hanem rád vannak bízva gyerekek. És az lenne a dolgod, hogy fölneveld őket. És mondjuk tételezzük fel, ugye úgy megkapnád ezeket a gyerekeket. És igazából, ugye mindig tudom, lenne terved avval kapcsolatban, hogy milyenné váljanak, de mondjuk azok a gyerekek nem válnának olyanná. És csak nyüglődnél velük. Akkor mit csinálnál a gyerekekkel? Hát fognád, nem? És visszaadnád őket, nem? Azt mondanád, hogy hát köszönöm szépen, ezekből a gyerekekből nem kérek, nem? De most milyen gyerekekre gondolok? Mondjuk olyanokra, akiknek mondjuk volt előéletük mondjuk 7 év. Tehát olyanra gondoltam, tehát nem picikre gondoltam, akiknek már volt 7 év, és mondjuk különböző családokban voltak, vagy éppen nevelő otthonokban, mindegy. És akkor rád bíznák, hogy 7 éves kortól akkor, na most neveld őket, és legyenek jó emberek belőlük. És akkor vajon mitől függne, hogy milyen lenne melyik? Melyik gyerek milyen lenne? Hát attól függne, nem, hogy mit hozott otthonról, vagy abban a 7 évben milyen életet élt meg, nem? Ha olyan életet élt meg, ahol szót kellett fogadni, akkor valószínű, hogy egy szófogadó gyerek lenne az egyik. A másik, ha olyan életet élt meg, amelyik nem kellett szót fogadni, sőt, őt dirigálhatott a szülőknek, gondold végig akkor, vagy tudom én, ahol volt azoknak, akkor gondolod, hogy neked szót fogadna az illető gyerek? Nem. És mit csinálnál, hogyha, mit tudom én, egy idő után nem boldogulnál velük? Hát fognád, azt visszaadnád őket, nem? Azt mondanád, hogy hát ezekkel már nem lehet mit kezdeni, mert kezdettől fogva nem én neveltem föl, nem? És ha most megnézed a társadalmat, akkor mit látsz? Azt látod, hogy az emberek azt csinálják, amit egy embernek csinálni kell? Hát mit kellene csinálni egy embernek igazából, ha jobban megnézzük? Hát ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy azt kellene csinálni az embernek, hogy én tudom én, felnő, akkor karriert épít, nem? Valami munkahelyen, nem? Ahol jól megfizetik őt, majd mikor már megvan a karrier, akkor eszébe jut, hogy család is kellene, nem? És akkor megpróbál már középkorúan családot alapítani, nem? Mert már 35 év tölt, már középkorról beszélünk, tehát középkorú egyénekről beszélünk, és akkor megpróbál családot létrehozni, aztán szenvednek, hogy van egy gyerek vagy sem, nem? Elmennek kísérletezgetni, hogy legyen gyerek, nem? Megszületik az a gyerek olyan 40 körül, nem? Akkor ugye mi történik utána? Hát elkezdik nevelni a gyereket, de azért hozzátenném, hogy ugye olyanok kezdik el, akik lehet, hogy a gyerek születése előtt mondjuk 30 akárhány éves korba ismerkedtek össze, ahol már nincs alkalmazkodás egymáshoz. Ahol mindenki azt akarja, mind a két fő felnőtt, azt akarja, hogy az ő akarata érvényesüljön. Tehát nem alkalmazkodnak.
Nem is tanulták, hogy kell. Lehet, hogy már nem is látták a szüleiknél, hogy alkalmazkodnak egymáshoz. Hanem akkor mit csinálnak? Hát harcolnak, hogy kinek legyen igaza. De a harc az vitát szül. És tehát már úgy mennek be egy mondjuk egy családalapításba, hogy harcok folynak, hogy kinek az akarata érvényesüljön. És akkor mondjuk mégis lesz egy gyerek. De már úgy kezdik el a gyereket csinálni, és ha sikerült végre létrehozni ezt a gyereket, nagy nehezen külső segítséggel, hát nem úgy, hogy más csinálta, hanem úgy, hogy ilyen művi módon, akkor ugye mi lesz? Ugye az szokott lenni, ugye, hogy az anyuci, aki jó későn szült, az végre örül, hogy van gyereke, és akkor mit csinál? Ugye teljes energiáját ráfordítja a gyerekre, azt a férje meg úgy érzi, hogy csak arra kellettem, hogy gyereket csináljak az asszonynak. És egyébként meg mellőzve vagyok. És ugye ezt a mellőzöttséget megéli teljes egészében, és ugye kezd fölnőni a gyerek, nem biztos, hogy második is lesz, de azért gyorsan csináljuk egy másikat, egy másodikat, mert hátra jobb lesz tőle a kapcsolatunk. Mert ezt szokták csinálni, hogy csinálnak, nem jó a kapcsolatuk, de csinálnak egy másik gyereket, hogy hátha jobb lesz attól. De attól nem jobb lesz a kapcsolat, hanem még rosszabb lesz a kapcsolat, mert az anyának még több energiát kell a két gyerekre fordítania. Még kevesebb energiát fordít a férjére. És akkor teljesen elhidegülnek egymástól, és akkor így próbálják leélni az életüket. Szerintetek ez a normális életvitel? És ha megnézitek, hát mondjuk 10 fiatal gyereket alapító családból mondjuk 8 ezen az alapon indul. Vagy 7, legrosszabb esetben is. Vagy legjobb esetben is, akarom mondani. 7. És 3 az, aki megpróbálja a hagyományos időszakot megélni. Mi volt a hagyományos? Hát, hogy a 20-as évek elején szül a hölgy, és ugye a férfi az pár évvel idősebb, tehát ő is a 20-as évei közepén, nem ott teljesen a végén van. Vagy nézzünk egy másik verziót. Ugye maradjunk ennél, hogy karrier, 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 és akkor megint csak észbe kap a hölgy, mit tudom én, mondjuk olyan 35 év körül, hát hogy kellene gyerek, kellene család. És akkor keresgél a korosztályában, hát vagyonosokat nem talál. Ezért mit csinál? Hát keres olyan korosztályt, amely már vagyon tudott létrehozni. Tehát általában éppen tegnap beszélgettem egy korosztályombéli nagyon régi ismerősömmel, és ugye arról beszéltünk, tehát beszéltünk itt a párkapcsolatokról, és arról beszéltünk, hogy hát általában, ha egy férfi nulláról egzisztenciát teremt, tehát nem örökölt, nem adnak a szülők, nem támogatták, mit tudom én, vagyonokkal a szülők, hanem saját erejéből kell vagyont teremtenie, az tudod hány éves kor? Ez mindig is itt így volt, körülbelül 50. Tehát 50 éves kor. Tehát amikor a teljes egzisztenciája a férfinak megvan. Ezért ugye mit talál az a 35 éves hölgy? Hát egy 50 éves körülit, nem? Aha, csak az 50 éves 10 év múlva 60 éves lesz. 15 év múlva meg már 65. 20 év múlva 70.
ő még csak 55 lesz 20 év múlva. Érted? És akkor mit fognak tapasztalni ugye ebben a külső szemlélők, akik ránéznek egy ilyen kapcsolatra? Hát, hogy túl nagy a korkülönbség, más a világnézet, mások a nézőpontok, mások az értékek, és azt látják, hogy nem jó a kapcsolat, mert a hölgy már nem kívánja azt az illetőt, érted? Miért nem kívánja? Mert már öreg. Érted? Nem azért, mert elfogyott a pénze, olyan is van, tudjátok hány olyan emberrel találkoztam, aki nagyon jó egzisztenciával ment nyugdíjba, és a nyugdíjas éveiben viszont az egzisztenciája visszaesett? Ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb anyagiból kellett megélni nyugdíjas korban, mint előtte? És ezáltal bizony már nem volt elég a pénz. Rengeteg olyan emberrel, férfival találkoztam, aki szebb időket megélt aktív korában, anyagi szempontból, meg beosztásban, meg karrierben. Szóval a lényeg az, hogy ezek a variánsok vannak most. Tehát például egy hölgy nem gondolkodik, mondjuk egy 35 éves hölgy nem gondolkodik azon, hogy hát most még mit tudom én, összejön egy 50 éves férfival, nem gondolkodik azon, hogy 10 év múlva ő még csak 45 lesz, a férfi meg már 60, érted? És még lehet, hogy egy 50 éves férfi még ugye még jó néz ki, de már 10 év múlva már nem annyira, érted? De azért, ha még tovább megyünk, ugye, korban, annál rosszabb a helyzet. Tehát az emberek nem gondolkodnak, hogy mi lesz a jövővel. Érted? Tehát most egy olyan világot élünk, hogy gyakorlatilag az értékek felborultak. Tehát azok az értékek, amik voltak a világunkban, tehát furcsa lesz, amit mondok. Mi jobb világot éltünk meg az én korosztályom, mint az előző és az utánunk következő. Tehát mi voltunk azok, akik a legjobb időszakban voltunk fiatalok. Az a legjobb időszak az 65 évtől, tehát a 1965-től, 65-től, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 89-ig volt. 90-ig max. Az volt az elmúlt 100 év legjobb időszaka. Ha tetszik, ha nem. Minden szempontból a legjobb volt. Lehet, hogy az embernek nem volt egy Mercedes-e, egy BMW-je, meg egy Audi-ja, meg egy Jaguar-ja. Érted? De nem is kellett, hogy legyen. Érted? Nem is kellett. Lehet, hogy nem volt, mit tudom, 500 négyzetméteres lakása. De nem is kellett. Érted? Nem is kellett. De az biztos, hogy az emberek sokkal jobb állapotban voltak abban az időszakban, és az emberek sokkal boldogabbak voltak, és sokkal tisztességesebb társadalmi forma volt, mint azóta bármikor. Ha tetszik valakinek, ha nem, ez az igazság. Tehát az az időszakban érdemes volt fiatalnak lenni, érted? És a fiatalok jól érezhették magukat. Na most gondoljátok végig, volt 2000 forintos fizetésem a 80-as évek elején, avval kezdtem el, és meg tudtam azt tenni, hogy
ebből a pénzből, úgyhogy a felét leadtam a szüleimnek, maradt 1000 forintom, és meg tudtam azt tenni, hogy 5 nap egy héten bulizni járjak. Érted? Na most ezt csináld meg. Oké? És ez a kezdőfizetésem volt. Most csináld meg egy kezdőfizetésből. Hát se tudsz menni bulizni. Hát nincs hova. Érted? Hát nincs hova. Bezártak a bulizó helyet. És minden, mondom, a egy hétből 5 napot tudtam elmenni. És ezt másfél éven keresztül folyamatosan csináltam. És úgy, hogy még benzére is költöttem. Mert volt autóm. Tehát mondom, egy olyan világban éltünk, ahol jól érezte az ember magát. Érted? Még akkor is, ha én abban az időszakban, ugye egy jó ideig teljesen, mondhatjuk azt, hogy végig alkalmazóként éltem az életemet. Tehát abban a 20 évben. És mégis, nem 20 évben, bocsánat, mert 89, akkor csak 10 évben. 9 év, igen. 9 évben. És ugye, ha tőlem valaki idősebb, akkor ugyanezt mondjuk egy 10-essel, 15-tel, ugyanezt elmondhatja. Hogy 65-től gyakorlatilag teljesen jó világ volt. Hát csak azt nézd meg példaként, hogy nézd vissza mondjuk a 60-as években, hogy hogyan jöttek, mentek az emberek az utcán. A férfiak mind öltön nyakkendő. A nők meg jobbnál jobban néztek ki. Nőkként néztek ki. Nem úgy, hogy hátulról nem tud meghatározni, hogy nő vagy férfi. Érted? Előről se biztos, így van. Érted? Tehát jól néztek ki a hölgyek, jól öltözöttek voltak, jó állapotúak voltak, olyan, hogy depresszió nem is létezett, érted? Azt sem tudták, mi az. Olyan, hogy rák, azt hitték, hogy a folyóban járkáló állat, érted? Azt sem tudták, mi az, hogy rákbetegség, nem volt ilyen, érted? Tehát ezt most miért mondom? Mert azt gondolják a fiatalok, hogy mert azt tanulták a történelmi órákon, hogy az egy milyen ócska társadalmi rendszer volt, meg élet volt, érted? Meg hogy mit tudom, éheztünk, mikor éheztünk mi a szocializmusban? Nem visszasírom, érted? Nem lesz már szocializmus, hála Istennek. Hol volt ott éhezés? Volt valami olyat, amit nem tudtál megvenni? Nem volt, gyakorlatilag megvettél bármit, csak lehet, hogy nem azonnal. Lehet, hogy nem az első boltban. De amit akkor igényként felmerül, az ember mindent meg tudott venni. Bárki, aki nem tudott építkezni, kapott lakást az államtól. Most ez hol? És nem akármilyen lakásokat, összkomfortos lakásokat. Például a vadi újakat, amit ott építettek Újpalotán, meg Békásmegyeren, meg stb. Érted? Az egész lakótelep, az gyakorlatilag nem megvett lakások voltak, hanem az állam azt osztotta ki az embereknek. Azoknak, akik nem tudtak lakást építeni. Érted? Aki lakást épített, fogta, és összehívta a haverokat, érted, nyilván tervrajz az azért volt, összehívta, nem kellett kőműves, érted? Fölépítették. Ha valaki egy kicsit értett a házépítéshez, még akár nem kőművesként is, simán fölépítették a házat.
Nem kellett az, hogy csak mindent szakember csinálhat, és akkor az iszonyú pénzbe kerül. Ezért gyakorlatilag tudtak építkezni az emberek. Érted? Ezt most miért mondom? Mert az, amit megéltél akár az elmúlt 10 évben, ahhoz képest 50-szer jobb volt. Érted? Még levéve ezt a 2 évet, ami nagyon rossz. Hát most gondold végig, egy fiatal, egy fiatal ember vagy egy fiatal nő. Simán, éppen beszélgettem a múltkor valakivel, régebben ismerkedett össze a párjával, hol? Tömegközlekedési eszközön. Érted? Úgy, hogy rendszeresen a tömegközlekedési eszközön találkoztak. Ő úgy ismerkedett meg. Most? Nem tudod, hogy hogy néz ki? Hát le van takarva, érted, az arca. Érted? Hát nem tudod, hogy néz ki? Hát zsákmagbacskával az ember nem ismerkedik, nem? Hát az ember csak látni akarná a másikat. Hát például ez kiesett az ismerkedésből. Kiesett az ismerkedésből a szórakozó helyek. Az is teljesen kiesett. Érted? Hol lehetett máshol ismerkedni? Én például a szórakozó helyen ismerkedtem meg a nejemmel, tánciskolába. Mondom, akivel beszélgettem, ő azt mondta, hogy tömegközlekedési eszközön jöttek, mentek ugyanabban az időben, ugyanabban a busszal, és megismerkedtek egy idő után. Hát de most hol? Gondold végig egy olyan, a férfiak, nők nem tudnak ismerkedni. Hol ismerkedjenek? Interneten keresztül? És akkor megpróbálja interneten keresztül mindenki a jó oldalát mutatni, nem? És akkor utána, mikor találkoznak, na akkor jön a döbbenet, tudod? Na az a valóság. Hát éppen ugye beszélgettem valakivel arról, hogy például a nők hogyan csinálják az ismerkedést a neten. Ugye megvan az ismerkedés, találkozás, stb. És akkor fogják, előbb oda mennek, és meglesik a férfit. És ha már távolról nem szimpatikus, nem is találkoznak vele. Ezt csinálják a hölgyek az interneten. Érted? És jogos. Jogos. Tehát most egy ilyen világban élünk. De ezt mi okoztuk saját magunknak. Tehát azt, hogy az emberek úgy kezdtek el működni, ahogy a médiában látták. Hogyan? Hát úgy, hogy mit látnak a évtizedek óta az emberek a médiában? Hogy ó, micsoda mesés életet élnek a gazdagok. Nem ezt látják? Hát akkor én is gazdag akarok lenni. Nem? Ez az egyik. Akkor minden találkozáskor vedelni kell a piát. Nem? Nem ezt látja? Akkor dohányozni kell. Nem? Mert az a sik. Nem így van? Akkor hát ha már együtt öregszünk a párunkkal, akkor le kell cserélni egy fiatalra, nem? Vagy az a fontos, hogy a hapinak minél magasabb jövedel vagy pénze legyen, minél több, nem? Miért nem ezt látják a filmekben, a médiában? Nehogy azt mondod, hogy nem. Hát az összes film erről szól. Tehát magyarul, ha megnézed, a normális múltbéli erkölcsi értékeket azt így lesöpörték. De ha egy ember ezt lesöpörte, és elkezd úgy élni, mint ahogy a médiában látja, vagy úgy akar élni, ahogy a médiában látja,
akkor az az ő döntése. Én nem egy olyan embert ismertem, ismerek, aki nem gazdag családból származik, és állandóan azt akarta mutatni, hogy ő milyen jómódú felnőttként. De ezt nem tudta anyagi téren a munkájával, jövedelmével elérni. Ezáltal, mit tudom én, vagy eladósodott az egyik, a másik meg, de ez a példa szokott lenni, a másik meg olyan pénzkeresési bulikba ment vele, amely nem törvényes. Érted? De ez megint az ő döntésük, érted? Tehát mindig az egyén döntése, hogy milyen életet akar élni, és a sok ember ilyen életet akar élni, amit a médiában lát, akkor gyakorlatilag egy olyan társadalom jön létre, amely az aberrációra épül. Érted? Arra épül, ami nem egy társadalom, hanem egy csürhe vagy egy anarchia. Érted? Ahol nincsenek társadalmi értékek, és nincsenek emberi értékek. Tehát csak gondold végig, miért kell az embereknek erőn felül költekezni? Mondom, kell, mert ezt csinálják. Az emberek többsége az erőn felül költekezik. Mit jelent az erőn felül költekezés? Hát ha nincs pénzem valamire, akkor fölveszek hitelt. És most gondold végig, a mi világ, tehát a mi időnkben nem nagyon volt annyiféle hitel lehetőség, mint most. Volt akkor is hitel, sőt, sokkal kedvezőbb hitelek voltak, mint most vannak. Oké? Sokkal kedvezőbb. Tehát nem voltak ilyen üzleti kamatok. Államilag szabályozott hitelek voltak csak, mert állami bankok voltak. De a legtöbb ember nem hitelből építkezett föl. Voltak, akik vettek föl hitelt az építkezésre, de a legtöbb nem. Most a legtöbb hitelből építkezik. Vagy hitelből vesz lakást. Vagy hitelből rendezi be. Vagy hitelből alakítja át. Érted? Annak idején, ugye, milyen volt a társadalmi felfogás? Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. És ha ezt nem tudjuk megvenni, akkor majd nem tudjuk megvenni, majd megvesszük akkor, amikor lesz rá pénzünk. És ugye ez majdnem az egész társadalomra igaz volt, így működött majdnem az egész társadalom. Most majdnem az egész társadalom pont az ellenkező módján működik. Ami azt jelenti, hogy most azonnal minden kell. Ha nem tudok valamit megvenni, ó, hát akkor adnak hitelt, megveszem. És nem tanulnak abból, senki nem tanul abból, vagy szinte senki, hogy mi lett azokkal, például amerikai állampolgárokkal, vagy bár itt európai és magyar állampolgárokkal, akik eladósodtak, és nem tudták fizetni a hitelt. De van egy mondás, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod,
akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És ma rengeteg embernek több a hitele, mint a vagyona. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol azért jutott ide a társadalom, ahol van. Tehát hova jutott a társadalom? Tehát oda jutott, hogy egyszerűen, ha jobban megnézed, tehát az emberek ezeket a régről hozott társadalmi értékeket ugye elfelejtették, fölrakták, fölrúgták, stb. Stb. És egy olyan világot hoztunk létre, ahol gyakorlatilag fenn akarunk tartani egy életszínvonalat, az emberiség, a társadalom fenn akar tartani egy életszínvonalat, úgy, hogy azt az életszínvonalat már rég nem lehetne fenntartani a legtöbb embernél. Érted? Tehát most gondold végig, ha jobban megnézed, most vegyük ki azt, hogy hitelre veszik az emberek az értékeket, jó részt. Soha az embereknek nem volt ennyi vagyona. Érted? Soha. Tehát visszaemlékszünk ugye a legjobb időszakra, akkor az embereknek megvolt mindenük, de nem volt plusz. Érted? Volt mondjuk egy tévéjük, nem volt mobiltelefon, a legtöbb családban nem volt autó, a legtöbb család nem ment külföldre nyaralni, a legtöbb család még nyaralni sem ment, kirándulni meg ide-oda mentek, meg akinek volt hétvégi telke, oda ment nyaralni. Tehát közel nem volt ennyi vagyoni érték, de a vagyoni érték nagy része az hitelből van. Érted? De ha mondom, vegyük ezt le. Tehát közel nem volt ennyi vagyoni érték. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember mit akar? Vagyont, 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 nem? Hát ha visszaemlékszel, mondjuk akár filmekben, megnézelj a régi filmeket, ami mondjuk a múlt században készült. Milyen régi filmek? Mondjuk amik az 50-es, 60-as években készültek. Szerinted a nőknek elsősorban volt annyi ruhájuk meg cipőjük az átlag embereknek, mint most a nőknek? Tehát mondom, gyakorlatilag mindent vagyonra, vagyonra akarunk költeni erőn felül, nem? Erőn felül. Na most ezáltal ugye az ember fölvesz hitelt, legalábbis a legtöbb. Fölvesz hitelt, hogy még több vagyona legyen. Hát lassan már ott tartunk, hogy a ruhát is adják majd hitelre, a ruhádat. Érted? Meg a cipődet, amit veszel. Már lassan ott fogunk tartani, hogyha élelmiszert akarsz venni, azt is lehet venni hitelre. Tehát vagyont halmoznak föl, de egy idő után ez a hitelből való felhalmozás oda jut, hogy az illető csődbe megy. Érted? A csőd azt jelenti, hogy a kifizetendő az több, mint amit az illető ki tud fizetni. Ugye általában a vállalkozásoknál van csőd, ugye a családok ezt a fogalmat még nem nagyon ismerik,
pedig ez azt jelenti, hogy nem, tehát magyarul nincs annyi bevétel, mint amennyi a kiadás. Ezáltal csődbe megy a család. A csőd azt jelenti, hogy fizetésképtelenné válik. Na most, ha az ember fizetésképtelenné válik, főleg ha megszokott egy életszínvonalat, ugye én rengeteg emberrel dolgoztam együtt, és nagyon sok embernél láttam, hogy megszoknak egy életszínvonalat, és utána abból az életszínvonalból vissza kell venni, akkor az baromi rosszul esik. Szinte mindenkinek. És ha az embernek vissza kell venni az életszínvonalából, és ez rosszul esik neki, akkor ez azt jelenti, hogy rosszabb állapotba kerül. Lecsökken a rezgése. És az elmúlt 15 évben rengeteg embernek lecsökkent a rezgése azáltal, hogy fizetésképtelenné vált, a bolygóról beszélek. Tehát nem Magyarországról, az egész bolygóról. De gondold végig, hogyha az ember úgy van, hogy mondjuk annyi a kiadásod, hogy épp kijössz hó végére, és sakkozni kell, hogy kijöjjél a jövedelemből. Az sem egy jó hangulatot szül. Tehát nem azt mondom, hogy több a kiadásod, hanem körülbelül a kiadásod és a bevételed egálból van a hó végére. Az sem emeli az ember hangulatát, az is csökkenti az ember hangulatát, az is rontja az ember rezgését, mert ez úgy működik, hogy az ember hangulatától függ a rezgése. Az azt jelenti, hogy ha romlik a hangulatunk, akkor alacsonyabb rezgésűek leszünk. És minél jobban romlik a hangulatunk, annál alacsonyabb rezgésűek leszünk. És ha például mondjuk valakinek van párja, és netántán az egy hölgy, akkor az hölgyeknek még fontosabb az, hogy anyagi biztonságot lássanak, anyagi biztonságban legyenek. Érted? Tehát, hogy meglegyen a biztonság érzetük. És ha egy hölgynek nincs meg a biztonság érzete, az tuti, hogy csesztetni fogja a párját. Az tuti. Na most akkor az mi lesz? Akkor az azt jelenti, hogy már a férfi se lesz jó állapotú, kész. És akkor már két embernek ment le a rezgése. Mit fog csinálni a férfi, ugye, akinek ugye teremteni kell az anyagi, vagy kellene az anyagi biztonságot, azáltal, hogy rossz állapotba kerül, tudti, hogy még inkább nem tudja az anyagi biztonságot megteremteni. Mert ahhoz, hogy az ember teremtse az anyagi biztonságot, ahhoz jó állapotban kellene lenni, jó rezgésűeknek kellene lennünk, jó hangulatban kellene lennünk. És elindul ezáltal egy ilyen lefelé irányuló spirál a rezgés, tehát a hangulat és ebből kifolyólag a rezgést követően. És ez nem egy-két család, hanem az emberek és a családok többsége. Sőt, a bolygón. Oké? A családok többsége most. És ez mit eredményez? Ugye az emberiség frekvenciája, rezgése, az azóta, mióta nyakra főre lehet fölvenni a hiteleket, folyamatosan csökken. Azóta. Tehát addig, míg nem lehetett nyakra főre fölvenni a hiteleket, addig nem volt rezgés csökkenés. És azóta, mióta ilyen szabad hitel kereskedelem van, és szabadon adhatják a hiteleket, azóta az emberiség rezgése elkezdett lecsökkenni.
Tehát, és ennek következtében mi történik? Az történik, hogy egy embernek rosszabb a hangulata, akkor rosszabb, kevésbé állt helyt, tehát áll helyt az élete különböző területein. Ezek a területek a következők. Itt van ez a 10 terület. Ezeken a területeken kevésbé áll helyt. Egyre többet és többet hibázik. Ezáltal egyre több és több problémája lesz, ezáltal egyre alacsonyabb és alacsonyabb lesz a rezgése. Ez egy ördögi kör. És ebbe belefutott a Földön sok százmillió család, illetve több milliárd ember. És több milliárd embernek a rezgése nem olyan, mint aminek lenni kell. Pedig egy olyan világban élünk, itt a naprendszerünkben, a Föld nevű bolygón, ahol a környezetünkben az összes értelmes lény az magas rezgésű. Nem emberekről beszélek. Azok mind magas rezgésűek. És itt vannak a Földön lévő emberek, akiknek a rezgése folyamatosan csökken. És ezzel ugye az a baj, még pluszban, hogy a mi rezgésünk az itt a mindenre hat. Gondold végig. Egy jó rezgésű, jó hangulatú ember, ha virágot tart a lakásában, akkor a virágok pompásak. Egy rossz állapotú ember virágot tart a lakásában, és hiába gondozza, így kókad. És tönkre megy. És maga a rezgésünk, az kihat a környezetünkre, és ne csak úgy képzeljük, hogy a közvetlen környezetükre, hiszen az emberek rezgése, tehát például a szomszédodban lakó rezgése, meg a te rezgésed az összeadódik. Érted? És egy országban élő emberek rezgése összeadódik. És ezáltal például, hogyha egy népnek a rezgése alacsony, akkor abban az országban mondjuk tönkre mennek az élőlények, érted? Elkezdenek kipusztulni az állatok, elkezdenek kipusztulni a növények, és így járt Afrika. Azért van Afrikában sivatag, mert azok a népek, akik ott éltek, azoknak a rezgésük leesett, és gyakorlatilag kipusztultak az élőlények azon a tájon. Hát gondold végig, hát hogy azon az égövön, Ázsiában és Amerikában buja növényzet van. És ott is buja növényzet volt. Amikor te Egyiptomról látsz ókori filmeket, és azt ábrázolják, hogy már akkor is sivatag volt, az hazugság. Oké? Mert sivatagban sose éltek emberek tömegesen. Érted? Bolondok lettek volna sivatagban tömegesen élni. Tehát ott azért mindenütt, ahol most sivatag van, azért van sivatag, mert ott azok a népek, vagy félsivatag van, ott azok a népeknek a rezgése lement, és ezáltal tönkre ment az élővilág. Érted? Most gondold végig, ha az egész bolygó rezgés, az embereknek a rezgése így megy lefele, akkor ez a bolygó tönkre megy. És akkor itt van egy tizedik pont, az Isten
Istennel kapcsolatosan. Hát ugye az a minimum, hogyha valaki hisz Istenben, akkor az a minimum, hogy ugye azt gondolja, hogy mit tudom én, az emberiséget az Isten teremtette. De azért, hogy tönkre tegyünk mindent? Azért, hogy a rezgésünk alacsony legyen. Tehát nekünk nem ez a szerepünk. Tehát azért kell lett ennek az emberiség lélek számának felemelkedni. Mert, és azért kellett egy viszonylag jóléti társadalomnak létrejönnie, hogy az emberek rezgése megemelkedjen. És ha az emberek rezgése megemelkedett volna, akkor azok a lények, akik azoknak az isteneknek az ellenségei, akik magas rezgésűek, azok a lények elpucolnának a bolygóból. De ők sem estek a fejükre. Ezáltal a médián keresztül érték el azt, hogy te azt a döntést hozd, hogy eladósodsz. Érted? Hogy elmenjen a hited. Hogy hitelt vegyél föl. Érted? Hitelt vegyél föl. És ezt jól csinálták, elérték. De most gondold végig, hogyha nem lehet, nem fog megvalósulni az, hogy az emberiség rezgése megemelkedjen, és ha itt maradnak az ellenségeik azoknak, akik ezt az egészet létrehozták. Érted? Átveszik az uralmat a föld fölött, hogy átvennék, mert nekik az a jó, hogyha alacsony a rezgésünk, mert ők alacsony rezgésűek. Átveszik az uralmat, vagy átvennék az uralmat a föld fölött. Akkor szerinted a fentiek mit fognak csinálni? Hát azt, amit a Mars és a Jupiter között lévő egyik bolygóval megcsinálták jó pár ezer évvel ezelőtt, a Mardukkal, és az most egy kis bolygóövezet. Tehát mi, nekünk egy dolgunk lenne, azért vagyunk ennyien, hogy a rezgésünkkel kiűzzük azokat a lényeket, akiknek alacsony a rezgésük. És ezáltal eltávozzanak azok a lelkek, gonosz lelkek a föld mélyéből, akik most egy olyan naprendszerben vannak az egyik bolygóban, a föld nevű bolygóban, ahol nekik nem kéne lenniük. Nem véletlenül ugye minden mitológia beszél a pokolról. Nem véletlenül jelenik meg minden mesében is, vagy a, nem mindegyikben, de sok mesébe megjelenik. Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és az a mi döntésünk, hogy bocs, hogy ezt mondom, elkúrjuk az életünket, vagy sem. Érted? Az mindenkinek a saját döntése. És az mindenkinek a döntése volt, hogy ezzé tettük az emberiséget. Érted? Hogy bedőltünk annak, amit csináltak itt az elmúlt évtizedekben. Hogy minden áron az a legfontosabb, hogy minél több vagyontárgyad legyen. Érted? Még akkor is, hogyha az nem is a tied.
mert addig, míg nem fizetted ki, addig nem a tiéd. Nem gondolod, hogy kellene egy olyan közösségben részt venned, ahol azt tanulhatod, hogy hogyan javítsd meg az életedet, például hitel nélkül? Hogyan javítsd meg ezeket az életterületeket? Egyszerűen tudással. Nem gondolod, hogy kellene egy ilyen hely? Nem gondolod, hogy kellene erősítenünk az emberekben azt, hogy igenis megoldható, anélkül a boldog élet, hogy állandóan hajszolna az ember az újabb és újabb vagyoni, anyagi dolgot? Nem gondolod, hogy rengeteg olyan ember van a bolygón, aki azon a téren rossz irányba halad, hogy nem emelkedik a rezgés, hanem csökken? Nem gondolod? Nem gondolod, hogy kellene egy olyan közösség nekik is, ahol megemelkedhet az ő rezgésük? És itt vagyunk mi egy ilyen hely, ahol tudunk segíteni az embereknek abban, hogy ne az legyen majd az isteneinknek a döntése, hogy ezt a bolygót szét kell robbantani. De ha megnézed, nem javul a rezgés, hanem romlik. És ezért sok embernek kellene sokat tenni azért, hogy egyre jobb és jobb állapotban legyenek az emberek. De ennek az alapja az, hogy nem az a legfontosabb, hogy az ember hajtsa az anyagi vagyont és a vagyonszerzést, érted? Hanem ez úgy működik, hogyha te jót teszel másoknak, hidd el, te sem fogsz rosszul járni. És az, hogy milyen mértékben lesz ez a jó járás, most kit érdekel? Az a lényeg, hogy biztos, hogy jól jársz, érted? Hát ebben az első részben, hát most ez a dolog volt, amit megosztottam veletek, nem mondom, hogy meg akartam, mert azt nem tudtam, hogy miről fogok beszélni, de úgy látszik, erről kellett most beszélnem. És visszaadnám a szót a házigazdáinknak, de még mielőtt visszaadnám, egy mondat még, hogy várjuk szeretettel azokat, akik el tudnák azt magukról képzelni, hogy megjavítsák a rezgésüket, és segítenének másoknak is abban, hogy megjavuljon a rezgésük. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a kiózanító jellegű előadást, hiszen itt most azért elég erősen arról volt szó, hogy merre fele megy a világ, milyen rossz felé, és hogy mi lenne rá a gyógyír. Az én civil foglalkozásom eredendően vasesztergályos volt, amit nagyon hamar abba hagytam. Utána próbáltam, vagy egy tucat szakmát, belekóstoltam dolgokba, hát mindegyikből sikeresen kikászálódtam, és 2007 környékén kezdtünk spirituális dolgokkal foglalkozni. Nekem nagyon tetszett személy szerint, de lett belőle egy nagy gubanc a fejembe, és azt lehet mondani, hogy semmit nem a helyén használtam, hanem mindig behelyettesítettem valahova, amit nem azt a tudást használtam az alkalmakra, amit kellett volna, az életből egy nagy zűrzavar. És ugye egy Szedlacsik Miklós előadásai arra alkalmasak, hogy ezt helyre tegyék az emberekbe. Mi ezt a tapasztalatot már azért rendesen megtanultuk, hogy rendet tudunk tenni a saját fejünkbe. Én Gyuláról érkeztem, feleségemmel 27 éve
vagyunk együtt, van egy lányunk. És a Nyílt Akadémiánál egyébként közt azért kezdtem el tanulni, amit az előbb elmondtam, de még azért is, mert hogy megtaláltam a hirdetést a Facebookon. Ezért kezdtem el tanulni, hogy érdekelt a lehetőség, és az, hogy ugye el lehet úgy kezdeni, hogy nem kell menni sehova, nem otthonról lehet nézni az előadásokat, és ha jobban tetszik, meg érzel rá ingert, akkor eljöhetsz élőben is, ami szerintem óriási lehetőség. És ugye utána van még olyan lehetőség is, hogy tanuló lehetsz, aztán szervező, aztán vezető, és mindenben kipróbáltod magad, ami kell, ahhoz, hogy ebben a földi életben jól tudjál érvényesülni. Ibolya? Ez így van. Röviden magamról annyit még, hogy nekem eredendő civil foglalkozásom, kereskedelmit végeztem, Gyuláról jöttünk, párom már elmondta, házasságban élünk, van egy kislányunk. Hát megint egy fantasztikus előadás volt Miklóstól, és így végig gondoltam azt, hogy hál' Istennek én megtaláltam már azt a közösséget, ahol a rezgésemet tudom emelni. Mint a bevezetőben már beszéltem arról, hogy én, ahogy elvégeztem iskolát, kikerültem az életben, akkor döbbentem rá, hogy mennyi félelem van bennem. Megmondom őszintén. Ugyanis, hogy kikerülsz az életben, tényleg az a 10 életterület, ami itt van, tapasztaltam meg, és jöttem rá, hogy azt sem tudom, ki vagyok, miért vagyok itt a Földön, mit kezdjek, vagy az életben, mit kezdjek. Jött utána a párkapcsolat. Hát megmondom őszintén, hogy az is nagyon nehezen tudtam úgy kezelni, hogy valóban azt szerintem mindenki vágyik rá. És van egy elképzelése. Szót érteni a másikkal, főleg. Van egy elképzelése, én biztos vagyok mindenkiben, hogy boldogságban szeretne élni, és tényleg úgy kezelni a másikat, hogy azt meghagyjam a szabadságát. És én azt is itt tudtam, itt kaptam meg hozzá a tudást. Akkor ugyanúgy a szüleimmel kikerülünk az életben, teljesen másképp képzelem el, mint ahogy ők úgymond adtak egy indulást, egy valamilyen tudást, de más világ jött, és más a rálátásom az életre, ezért konfliktusok lettek a szüleim és köztem, és ezt is nagyon szépen helyre tudtam hozni az itteni tudással. Ugyanúgy a gyereknevelés, az... Én azt tudom mondani így szülőként, hogy csodálatos az, hogy egy olyan példát tudok neki mutatni, és olyan tudást, amivel én tudom, hogy egy boldog ember lesz. Biztos lesznek neki az életben, amit neked kell tapasztalni, feladatai, de én biztos vagyok benne, hogy neki olyan tudást tudok adni, amivel ő boldogolni fog. És eleve valamilyen szinten ő most egy 13 éves, és de itt van a PPH-ba. Egy olyan közösségbe, ami a jövő. És ez anyaként, ez csodálatos dolog, hogy mi egy ilyen tudást tudunk adni a gyermekünknek. És valóban igaz, hogy ez a 10 életterület mennyire, tehát hogy az, hogy jól tudjuk kezelni az életünket, befolyásolja az, hogy milyen minőség életet élünk. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha ide kerülsz, biztos vagyok benne, hogy megkapsz mindent, olyan tudást, ami a jövőben kell. És nekem annak idején nagyon megtetszett az is, egyébként elkezdtem itt tanulni. Igazából akkor még nem láttam át azt, hogy itt milyen rendszer van felépítve, és hogy engem a tudás fogott meg, és mellette Szedlacsik Miklós. És utána, ahogy telt az idő, akkor rájöttem, hogy mekkora lehetőség van itt. Itt nem csak az, hogy tudást szerez, hanem egy olyan munkát tudsz elsajátítani, ami egyben... hogy is mondjam, tehát a megélhetésed. Mi már semmi másra nem foglalkozunk, tényleg csak az itteni, úgymond, szervezéssel. És nekem még
megmondom őszintén, hogy ilyen tiszta és örömteli munka, örömteli másokkal foglalkozni. Másokkal foglalkozni nem volt. Én szerettem a kereskedelmi, ott is emberekkel dolgoztam, de nem kaptuk meg azt az elismerést, amit itt megkapsz. Én most arra is gondolok például, hogy itt amikor már van egy csapatod, és benne vannak a csapattársaid, és tőlük is, amit kapsz, ebben benne van, beleértek a szeretettől kezdve a mindent, amit csak el tudsz képzelni. Higgyétek el, hogy nem kapjátok meg sehol. Sehol nem kapjátok meg. És csodálatos így élni az életedet. Nekem az is nagyon szimpatikus volt valóban, hogy én nem találtam másik, pedig mi nagyon sok képzésen voltunk, próbálkoztunk, és én sehol nem találtam olyan mestert, aki azt akarja, hogy te tényleg boldog legyél. És hogy egy ilyen rendszert épít föl, amiben még mellette, még itt vagyunk a Földön, és kell a pénz, amiben megélj, és itt azt is megkapod, hogy itt jövedelmed van. Tehát én nem találtam még másik ilyen közösséget és mestert, aki nekünk ezt megadja. Igen, ha tetszett az előadás, szeretném volna mondani valamit? Most, jó. Tetszett az előadás, vagy tetszett, amit mondtunk, akkor nincs más dolgod, mint hogy keressél egy PPH-s szervezőt a Facebookon, beszélj vele, segíteni fog, hogy kell befizetni. Az sem egy bonyolult dolog, mert utalni is lehet, meg ide is el lehet jönni fizetni KP-ban. Mindenben segítenek a mentorok, hogy kell a weboldalon eligazodni. Bármi kérdés van, tudunk rá válaszolni. Még az anyagiakról beszélnék, hogy mennyi a tandíj, mert szerintem ez is minimális ahhoz képest, hogy most egy ilyen minőségű tanfolyamnak, vagy hát nem is lehet ilyen minőségű, az ára mennyibe kell. Ugye az első nap az 19.700 forint, és a második hónaptól meg 9.800. Ez ugye azt jelenti, hogy első hónap 660 forint per óra, második hónaptól pedig 330 forint, szóval ez nem nagy összeg. A szünet után személyiségfejlesztő 4, tehát a negyedik hónapja a személyiségfejlesztésnek fog következni, melyen ha lehetőséged van, akkor várunk szeretettel. De ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet fog következni, azaz 19.45-ig lesz szünet. Köszönjük szépen! Köszönjük!